aki az utóbbi időben Bremennel jár, az egy egyre rendezettebb településképet járt. Lát, ennek a településképnek a letéteményese leginkább a Településfejlesztési Bizottság, aminek te vagy az elnöke. Hát azt gondolom, ez a munka az, amihez sosincs elég pénz. Mennyi pénzből gazdálkodhat a bizottság? Az elmúlt időszak kedvező gazdasági folyamatai lehetővé tették a képviselőtestületnek azt, hogy a bizottságokra átadott összegeket növelje, bizottsági kereteket növelje. Mi az idei évben, 2016-ban 32 millió forintból gazdálkodunk. Ez a 32 millió forint, ez több mint 7 millió forint, a több mint az előző évi, 24,5 millió volt a mi keretünk. Az a feladatunk, hogy ezt a elég tekintélyes összeget a beremendiek érdekeinek megfelelően, a legcélszerűbben, a legnormálisabban, a leglegjobban költsük el. Ennek a látszata is megvan már is, de ezen a kiadáson belül vannak olyan tételek, amelyek úgynevezett címkézett kiadások. Tehát vannak olyan célok, amiket megfogalmazott a testület, és ez a Településfejlesztési Bizottság fogja megvalósítani. Ezek még? Igen, két olyan téma volt, hogy a képviselőtestület, illetve a polgármester úrnak a kérésére, ahogy mondta, címkézbe került a mi idei terveinkbe az, hogy megvettük, az egyik az, hogy megvettük a szúnyogriasztó berendezést. Ennek a jelentősége az, hogy talán egy szóval szeretném kifejezni, hogy bármikor, tehát függetlenül vagyunk bárkitől, a katasztrófa védőtől, egyebektől, ha szükséges, akkor meg tudjuk csinálni a szúnyogriasztást, nem gyérítést, hanem reméljük, hogy a riasztást is fog. Elriasztja a szúnyogokat ez a szerkezet. A másik pedig az, hogy a Püspökboinban a noviszádi részen van egy olyan útszakasz, ami Beremenden gyakorlatilag, az, ahol mi nincs leaszfaltozva még, probléma van állandóan, nagyon-nagyon régóta kilódunk vele, és a Településfejlesztési Bizottság ehhez a várható költségeinek az egy harmadához maximum 4 millió forinttal hozzájárul. Tehát gyakorlatilag a 32-ből ezt a 2 meg 4-et, tehát 6-ot a leveszem, akkor a 26 millió forintból gazdálkodunk a klasszikus bizottsági munkákra. Említetted, hogy a címkézett feladatokon kívül kb. 26 millió forint marad minden egyébre. Hát nem egyszerű a dolgot, hiszen nagyon-nagyon sokrétű egy ilyen településnek a képének a formálása, meg egyáltalán a fenntartása is. Mi mindenre jut ebből a 26 millió forintból? Igen, valóban nem egy egyszerű feladat. Röviden elmondanám, nyilvánvalóan csak a fontosabbakat, mert számtalan kisebb jelentőségű dolgunk is van, amit elvégzünk. A fontosabbakat szeretném azért felsorolni, egy-egy mondatot elmondani, ha már. Püspökbolyban voltunk az előbb a Püspökbolyi úttal, akkor folytatnám a lehetek elfogott Püspökbolyjal. Mindenképpen, hogy a kettes, három feladatot végzünk Püspökbolyban. A kettes sornál a vízelvezetést fogjuk megoldani. A következő Püspökbolyi feladatunk, hogy a település rész közepén, tehát a kocsmánál, ott egy tereprendezési feladatot akarunk csinálni, de inkább lehet, hogy abban egy parkosítás lesz, egy ilyen elképzelésünk van ott a kocsma melletti területen, illetve az már részben beremetezés kapcsolódik, de a Belazut és a Püspökboly közötti, Belazutnak a Püspökboly felüli oldalán egy 200 méteres szakaszon a kerékpárút, az annyira rossz minőségű, hogy nemhogy kerékpározni veszélyes rajta, hanem szinte gyalogolni. Ezért úgy döntöttünk, hogy műszaki emberek véleményét figyelembe véve, hogy ezt a részt le fogjuk aszfaltozni. Megvan a kivitelező, hamarosan indul ez a munka, normális állapotban fog kerülni ez a kerékpárút. Ha már aszfaltozunk, akkor javaslom, hogy ugorjunk ki a Szőlőhegyre. Szőlőhegyen is lesz egy aszfaltozási munka. Az utat be akarjuk fejezni, tehát gyakorlatilag az aszfaltozás szempontjából. A meglévő résztől a Frédi pincéje utáni részig, tehát kompletten meg lesz csinálva. Ezen kívül a Szőlőhegyen tervezünk egy olyan munkát, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a kápolna, a megbékélés kápolna, ami gyakorlatilag Beremend egyre inkább jelképévé válik, hogy tavaly egy 2 millió forintos állagmegóvási munkákat végeztettünk rajta idén egy 1,5 milliót, a haranglábat és a keresztet rakatjuk rendbe. A Szőlőhegyen még mindenképpen meg szeretném említeni egy harmadik feladatot. Ott a fél Szőlőhegy villamos hálózatával műszaki és jogi probléma van. Ennek a szervezési és az anyagi dolgaiban mindenképpen aktívan részt fog venni a Településfejlesztési Bizottság.
Ezek a nagyobb dolgaink Püspökbolyba, illetve a Szőlőhegyen. Beszámolhatok már elkészült munkákról is. A Barta téri garázsok mögötti vízelvezetés azt már megcsináltuk, a második ütemét megcsináltuk, illetve elkészült az Alkotmány utcában a világítás. Az év második felében, vagy most már nyárnak a második felében tervezünk járdaépítéseket, járdafelújításokat pontosabban. Megvannak a területek, amikkel meg akarjuk csinálni. Akkor ezen kívül vannak, nagyon reméljük, hogy a pályázatban sikerül nyerni valamilyen összeget a hidaknak a felújítására, de ha nem, akkor a bizottsági pénzből is mindenképpen tervezünk, tehát mindenképpen szeretnénk, hogy a hidak felújítása a Kossuth utca után folytatódjon tovább a falu másik részein is, és ezen kívül még a csapadékvíz elvezetés, ez egy állandó probléma, tavaly már elkezdtük ezt csinálni, de még idén is ebből számtalan feladatunk van. Akkor menjünk kicsit tovább. A temetőni úgy hiszem az elmúlt években nagyon sok mindent csináltunk, a kerítés, az utakat, járdákat, azokat szépen megcsináltunk. Ott különösebb dolgot nem tervezünk, de sajnos az urnafal bővítéseire sajnos arra szükség van minden évben, azt mindenképpen fogjuk csinálni. És egy érdekes feladat lesz az idén, tervezzük az utcafeliratok, illetve az információs tábláknak a cseréjét. Ezek rossz állapotban vannak, meg hiányosak, és egy olyant választottunk ki, megrendelés szakban van már a dolog, hogy nem csak az információt adja, hanem úgy gondoljuk, hogy akár dísze is lesz a településnek. Nagyon nagy feladata a bizottságnak a közterületeknek a karbantartása. A közterületek karbantartásához 1,5 millió forinttal járulunk össze. Ennek a levézenylését az Illés Laci Lapi csinálja bizottsági segítséggel. Az erdőben lévő Erzsébet kőtől a déli pontig, és a Rókuskápolnától Püspökbolyi terjedő rész, azaz ez tartozik hozzá. Buszmegállók, játszóterek, utak, padok, szemetesek és számtalan dolognak a rendbetartása, festése, bővítése, ez mindennek ennek a közterület karbantartási projektnek a része. Nagyon-nagyon lényeges dolog a növények. Növények, azon belül a virágok, virágosítás, a fásítás, fáknak a pótlása. Erre egy 1 millió forintot szánunk, ez gyakorlatilag szintén egy egész évet átölelő tavasztól késő őszig tartó időszakban végzik ezeket a munkákat. Akkor még van egy olyan tartozásunk az öreg gyár területén létesülő parknál, hogy a belső utaknak az elkészítése az a 2016-os évre van tervezve. Ez már nem egy viszonylag jelentős munka, de ez mindenképpen még vissza van. És az elmúlt évben elkezdtünk egy játszótér felújítási programot. Ennek a részeként a 2015-ben megcsináltunk a paneloknál lévőt. Lehet látni, hogy az egészen jól sikerült. Az idei évben az Obersovszki téren lévő felújítása van beütemezve. Ha már a játszótér a jövőről jut eszembe, hogy egy olyan tevékenység, olyan dolgaink is vannak, olyan feladataink vannak az idei évben, ami gyakorlatilag a jövőben fog megvalósulni, hogy konkrétabban, hogy miről van szó. Felmerült az, hogy mit csináljunk az úgynevezett kis fröcsközzel. Ez a Vodbuzási kocsma és a Rákóczi út közötti részről van szó. Most gyakorlatilag nyírjuk a füvet, és úgy ott van a nagy semmi. A bizottság azt javasolta a képviselőtestületnek, hogy ott csináljunk egy közparkot. Azzal a megjegyzéssel, hogy minimum egy Barta tér szintű parkot akarunk csinálni, és a képviselőtestület ezt nagyon bölcsen elfogadta. És ezt a 2017-es legfőbb munkáink között ez szerepelt, ez egy nagyon nagy feladat, de hogy azt meg tudjuk csinálni időben, ezt elő kell készíteni. Az előkészítés abból fog állni, hogy a villamosítás és a parktervezést az idén már megrendeltük, illetve folyamatban van. Főleg világítás. A világításnak a megterveztetése, illetve engedélyeztetése az egy több hónapos folyamat, illetve a parknak a tervezését is elindítottuk. Ezek meg lesznek.
és akkor jövő évet azt már, amikor az idő meg a pénz engedi, akkor ezeknek az elkészítését neki tudunk állni, csinálni. Körülbelül hangsúlyoznám, hogy ezek a legfontosabb dolgaink, de számtalan dologgal nyilvánvalóan még el fogunk végezni az év folyamán. Hát az elmondottak a valóban ezt erősítették meg, hogy nagyon-nagyon szertágazó és sokoldalú a bizottsághozóknak a munkája, és nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, sok apró részletre is, ahhoz, hogy a település valóban így néznek ki, hogy most kinéz. Ez viszont csak összefogással létesülhet, tehát maga a bizottság ez kevés, ehhez kellenek az emberek is. Vannak, akik ezt a folyamatot erősítik, de sajnos tudjuk, hogy vannak olyanok is, akik nem erősítik, hanem visszafelé húzzák egy kicsit ezt a folyamatot. Hát igen, sajnos ez így van. Még mielőtt a konkrét kérdésedre rátennék, csak azért mindenképpen szeretném elmondani a bizottság tagjainak a névsorát. Az Illés László, Lapi, Kondor Zsolti, Józsi Miklós és a Bíró Zoltán a bizottság tagjai rajtam kívül. A hivatal részéről két fiatalember, az Szabó István Pityesz, illetve Halász Balázs segíti leginkább a munkánkat. Miért mondtam el a kollégáknak a nevét? Két dolog ilyet. Elsősorban azért, hogy ez a lehetőséget is kihasználom, hogy megköszönjem a munkájukat. Másrészt azért, hogy akik segíteni akarnak nekünk, úgy, amit említetted. Számtalan olyan beremendi van, és egyre több, akik ötletekkel, javaslatokkal, meglátásokkal, és kell mondani nyugodtan, örülök neki, építő kritikával is keres bennünket, hogy akik, mi további segítséget is örülünk is várunk, akik hozzájárulnak ezzel is a munkánkhoz. Tehát bennünket, az elhangzottakat keresik meg elsősorban, és mindent megteszünk azért, hogy a terület rendben legyen. Egy nevet azért mindenképpen szeretnék megemlíteni a segítők közül, ez Murin Feri, ő volt képviselő, illetve bizottsági tagkollégánk, ő aztán végképp tényleg nagyon sok dologgal, javaslattal keres bennünket. Úgy, hogy említetted, az éremnek van egy másik oldala, vagy egy barikádnak a másik oldalán is vannak, akik nem segítenek nekünk, hanem inkább hátráltatják a munkánkat, ezt finoman fogalmazok. Ha valóság pedig az, hogy rongálnak, törnek, zúznak, és ki kell mondani, lopnak is. Két dolgot szeretnék elmondani a közelmúlt történései közül. Az egyik az volt, ebbe a témakörben egyik az volt, hogy a megbékélés kápolnánál lévő kiülőnek szemetesét azt fogták és fölgyújtották, de megsérült magának a láb is, maga szerkezetnek a lába is, tehát szó szerint fölgyújtották, és a másik pedig az volt, hogy 2-3 héttel ezelőtt történt, hogy az öreggyári parknál a frissen kiültetett virágoknak a felét ellopták. Ez szomorú dolgok ezek, de beszélni kell róla mindenképpen. Úgy gondoltunk, hogy ezeknek a csökkentésére, vagy az elkövetők dolgának a megnehezítésére kamerákat szerelünk föl. Olyan helyekre is kell felszerelnünk kamerát, ami egyébként nem, alaphelyzetben nem mindokolja, nem kellene. Több 100 000 forintba fognak kerülni ezek a kameráknak a telepítése, de kénytelenek vagyunk, hogy valahogy rendben legyen, ezek a dolgok csökkenjenek, vagy akár szűnjenek meg. Hát mindenképpen, ezek nem igazán jó hírek, hiszen, de azért abban bízhatunk, hogy a többség azért az mégiscsak jobbító szándékkal, és látja azt az erőfeszítést, vagy azt a munkát gyakorlatilag, amit a bizottság, meg egyáltalán az önkormányzat végez azért, hogy egy élhető települést varázsoljon Beremendből. Hát ez a munkához akkor sok további jó kitartást és erőt kívánok a bizottságnak, mert azért ez nem egyszerű dolog. Nagyon szépen örülök, hogy kíváncsiak voltatok a munkánkra, és megköszönöm a lehetőséget, azt, hogy elmondtam mindezt a beremendieknek.